Most már ugye két napja készülünk a Basketland elleni mérkőzésre. Szeretnénk nagyon megnyerni ezt a meccset, hogy hibátlanul zárjuk a csoportot. És azt gondolom, hogy ha előfordul ilyen egyáltalán, hogy tudunk úgymond eredménykényszer nélkül játszani egy Euroliga meccset, azt nagyon jól tudjuk használni arra, hogy épüljön a játékunk, és hogy még jobbak legyünk a következő fordulóra. Úgyhogy mindenképpen a maximumot fogjuk adni, és megpróbáljuk ezt a mérkőzést is megnyerni, mert úgy szeretnénk hazamenni, hogy hibátlanul zártuk ezt az első kört. Én azt gondolom, hogy a Basketland egy nagyon régóta együttjátszó csapat, akik nagyon jól értik egymást, és nagyon jó csapatjátékot játszanak. Az előző buborékhoz képest ugye a Neven Jovanovics érkezett hozzájuk, aki én azt gondolom, hogy erősítés volt számukra, illetve náluk is a sérültek és a betegek felépültek. Úgyhogy hasonló mérkőzésre számítok. Felkészültünk, én azt gondolom, hogy nagyon jól belőlük, úgyhogy jó meccsre számítok.